Ez a kívánságszolgálat a heti tévé kívánság műsora. Jó napot kívánok mindenkinek! Mára is egy tartalmas fél órát ígérhetek. Keressenek bennünket a legnagyobb közösségi portálon, vagy akár SMS-ben is üzenhetnek. Korábbi adásainkat pedig visszanézhetik YouTube csatornánkon. Mára is hoztam egy napi gondolatot, mely Janza Kata színésznő és musical énekes tollából származik, és így szól. Nem az elfogyasztott étel mennyisége, hanem annak a minősége fontos. Milyen igaz, ezzel aligha lehet vitatkozni. Mai adásunkban felidézünk egy korábbi beszélgetést. Tóth Kamilla zongoraművész volt a vendégem. Már csak ezért is érdemes lesz velünk tartani. Mai adásunkban elsőként egy olyan felvételt nézhetünk meg, amelyet a kívánságszolgálatban először láthatnak. De nézzük is a hozzátartozó üzenetet. Varga Gézáné Szolnokon a következő dallal köszönti barátnőit közelgő születésnapja alkalmából, Budapesten Molnár Vilmosnét és Szegeden Csécsei Ilonát. Halleluja, énekel Komáromi Pisti. Egy titkos akkord, mely a szívemben szól, Dávid lantja zsoltárokból, belőled indul, s hozzád visszatér. Ez sok-sok dal úgy felkavar, de mélyen zeng egy ősi hang, ne félj, hited elég a hosszú útra. Halleluja, 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 halleluja. Te ott vagy hol? A szeretet győz, hol kételyt bizonyosság elűz. Itt vagy vélem, érzem szüntelen. Mint fényajtónak kulcsukán, vagy billentyű a zongorán, s állok én a szívem lángra gyúlva. Halleluja, 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 halleluja. Ma is köszönöm az életet, s hogy napról napra több lehetek, hogy ajkamon oly tisztán cseng a szó. A megváltásra gondolok, s hogy karjaidba bújhatok, dicsőség néked, hála néked újra. Halleluja, 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 halleluja. Minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 2:30-tól várom Önöket itt a heti tévé képernyőjén, a heti három műsor ismétlését pedig vasárnap 13:15-től tekinthetik meg. Írjanak nekünk akár Facebookon keresztül, vagy akár SMS-ben. Ez utóbbi úton kaptuk a következő sorokat.
A következő dalt Láng Ferenc és felesége részére 57. házassági évfordulója alkalmából sok szeretettel küldik gyermekei és unokái, és kívánnak még sok-sok szeretetben, békében és egészségben együtt töltött évet. A jó kívánságokhoz természetesen mi is csatlakozunk. Az Édesapám című felvétel következik Nyári Károly és Nyári Edith énekel. Kedvel az édesapám, édesapám, kipirultan néztem őt. Száguldott vélem a hómező, meddig bírja még édesapám, édesapám, mosolygott rám. Kislányom, majd ha nagy leszel, megfigyelem, nem fárad az emberem, a szerel. És megcsókolt lágyan a hómezőn. Majd ha felnőtt leszel, hogy a szánkot mindig valakinek húzni kell, ne felejtsed el. Ha nagy leszel, megfigyelem, nem fárad az emberem, a szerel. És megcsókolt lágyan a hómező. Majd ha felnőtt leszel, hogy a szánkot mindig valakinek húzni kell, ne felejtsed el. Amit tenned kell. Amit tenni kell. Nyári Edith! Láng Zsuzsa hűséges nézőnk Facebookon írt nekünk. Berentei Péter előadásában szeretné meghallgatni a Szélmalom című számot, és szeretettel küldi mindenkinek, aki szereti. Következzen tehát Berentei Péter, a dal címe Szélmalom. Köszönöm szépen. Nézd, mint egy kerék, ami forog,
szinte soha meg nem áll. Így az ember tipek-topok, örök útvesztőben jár. Mind a mámor, ami kerget, ami űz és visszatart, mint az óra, mint a percek, szédült karneválja hajlott. Látod, mindig egymást váltva, jön az árnyék meg a fél, míg a világ körbe-körbe forog fáradt tengelyén. Áttör legszebb álmodon, mint egy régi szélmalom, mint egy barlang, mint az eső ezer kristálycseppje vált, mindegy sebb hely, mindegy rossz szó, ami tegnap még úgy fájt, mindegy furcsa keser, édes, félig elfelejtett íz, mindegy kavics, ami csobban, aztán fodrot vet a víz. Látod, mindig egymást váltva, jön az árnyék meg a fény, míg a világ körbe-körbe forog fáradt tengelyén. Áttör legszebb álmodon, mint egy régi szélmalom. Szobád mélyén néhány fénykép, néhány csendbe süppet szól, épp úgy őrzi nyári fényét, nyári titkait a tó. Mindegy színpad, mindegy díszlet, mindegy régi-régi dal, mindegy gyermek, akit visznek, hogyha menni nem akar. Mindegy labda, ami repül, szállt a játszótéren át. Mind a könnyek, miket sírnak, kinn a lombjuk vesztett fák. Mind az álmok, miket sorban megöl, elhervaszt a tél. Mindegy lábnyom kinn a porban, amit elsöpöl a szél. Mint egy kerék, ami forog, szinte soha meg nem áll. Így az ember tipek-topok, örök útvesztőben jár. Ezen elgondolkodom, és a szívem fáj nagyon, mint egy fáradt szélmalom. Bradány Iván. Luisi Straub hűséges nézőnk szintén Bécsből írt nekünk Facebookon keresztül. Először is köszönöm a kedves sorokat, igazán öröm volt olvasni. Levél írónk egy korábbi adásunkban hallotta a következő dal részletet, ezt szeretném most újra kérni. Ezzel a felvétellel szeretnék köszönteni utólag is jó barátjukat, Heinz Rád nyugdíjas hadnagyot születésnapja alkalmából. Kívánnak neki további jó egészséget, örömet és boldogságot Bécs és Gráci barátai, Lídia, Dieter, Reinhold, Matild, Berta, Gizi és Luisi. A szerelem nóta következik Esnagy Zsuzsi előadásában. Volt egyszer egy kis leány, kék szemű Annuska, valós, mint a csalogány, édes kicsi fruska. Ahol hozzáférhetett a verseged mújta, és ha egyik megtetszett, könyv nélkül tanulta. Úcska piros kötetben egy szép őrs lelejtő, azt hitte, hogy különben nem valójt még költő. Szeretem az édes szádat, szeretem a piros ajakat. Itt van velem a stúdióban Tóth Kamilla, zongoraművész. Szervusz, nagyon sok szeretettel köszöntelek, örülök, hogy eljöttél. Szia, hozzá. Én is köszönöm a lehetőséget. Ugye ez egy nagyon-nagyon szép pályafutás már, amit eddig magad mögött tudhatsz, és persze még mit hozhat a jövő. Viszont ha visszamegyünk a legges legelejére, 5 éves korodban kezdtél el zongorázni, de 5 éves fejjel mi történik egy gyermekben, amiért ezt a hivatást választja, miután egy életre szól?
Hú, hát igazából nekem a nővérem zongorázott, de ő csak így hobbi szinten egy-két évig, és én tőle láttam meg, hogy van ez a hangszer, meg hogy lehet rajta játszani, és így óvodásként mindig oda mentem, így csak elkezdtem rajta pötyögni, meg kikerni egy-egy hangot, hogy is működik ez. És igazából annyira megtetszett, hogy hát igen, idáig tartott. És sosem adtad fel azért, ez nagyon sok lemondással jár, ugye. A szolfés szokta mindenki emlegetni, hogy az van, akinek pokol, és nagyon nem szereti. Nyilván van másik oldal is, de nagyon sok lehetőség lenne, hogy azt mondja valaki, hogy nem, köszönöm, elége volt ennyi. Igen, hát sok-sok kitartás és szorgalom kell hozzá az egész pályán, de szerencsére mondjuk nekem nem volt úgy problémám a szolfésra, azt is szerettem. Igen. Szóval így jól működtek a dolgok. Otthon minden támogatást megkap. Mert azért mondjuk egy zongora, mondjuk, hogy legyen otthon, az nem biztos, hogy a legegyszerűbb megoldás. Hát nem feltétlenül, mert én egy hátrányos helyzetű családból jövök, és nem voltak egyszerűek az anyagi körülmények. Szóval mondjuk a gyakorlást azt mindig zeneiskolában oldottam meg. De a szorgalomnak hála sikerült idáig eljutni. Picit olyan, mintha a szerelemről kellene beszélgetni, hogy mi az, de le lehet írni szavakkal, hogy mi az, ami a zongorában, a hangjában, meg egyáltalán az egészben megfogott téged, ami hozta ezt a hivatást. Nekem maga a zongorának a hangja, meg mint hogy hangszer, és hogy zenét lehet tanulni, és azáltal így el lehet jutni valameddig, vagy kiemelkedni. És nekem az egész zenei világ így nagyon megtetszett. Koncertezés, persze sok munkával jár, de azért egy szép hivatásra gondolom. Van példaképet egyébként? Igen, hát Magyarországról Balázs János, igen, akinél tanulhattam is sok évig. Egyébként, ha még maradunk a gyerekfejjel, hogyan teltek a mindennapok, akkor mondjuk a tévében megnéztél egy nagyobb koncertet, vagy akár eljutottál a valóságban is egy-egy koncertre, amiből még inkább magadba szívhattad ezt, és ezeket a terveket megerősítették benned? Igen, sok-sok koncertet néztem, és hogyha tehettem, akkor személyesen is elmentem, de szerintem ahhoz képest már változott sokat a világ, és ma már még több lehetőségük van a gyerekeknek. Hogyan alakultak az iskolák? Nézzük a legelejét. Mikor volt az, melyik iskola volt az, ahol valóban ezzel elkezdtél foglalkozni, hogy akár valami komolyabb is lehet belőle? Hát én azt hiszem, hogy az már egész piciként zeneiskolában így eldőlt, mert a tanáraim mindig vittek versenyezni, és ott helyezést értem el. És így kiderült, hogy hát ez lesz nekem az utam. De akkor a tanárok is láttak benned fantáziát, hiszen egy jó pedagógus nélkül azt gondolom, mit sem ér az egész. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy felkarolják azt a jelöltet, aki később nagyon sokra viheti. Hogyan néztek ki ezek a mindennapok? Mennyi lemondás saját, mondjuk más ment moziba, színházba, játszótérre, bármilyen opciót mondhatok ide. Neked azért ez rengeteg gyakorlás saját. Igen, ez nagyon sok gyakorlása, mindennapi több órás gyakorlása járt, de nekem mondjuk ez nem volt teher, mert szívesen csináltam, és ez volt úgymond a hobbim is. Aztán így a konziban kezdett átváltozni a többi gyerekhez képest, amikor reggeltől este 8-9-ig ben voltunk a konziban, és az is gyakorlásról szólt. Jó, de meg ugye mindenki ebben az életben. Ritmusban él, valahol egy természetes közeg alakult ki ebben a formában. Azután felvételiztem ide a Zene Akadémiára, és szerencsére elsőre sikerült. Ez egy óriási dolog, ez olyan. Mint amikor a Színház és Filmészeti Egyetemre valaki elsőre bejut. Hát az egy nagyon ilyen druk volt, meg hát úristen, nagyon-nagyon izgultam, hogy úristen sikerüljön, de hát szerencsére sikerült. De hozzá kell tennem, hogy közben a Schnittberger Zenei Tehetség Központba is felvételt nyertem, ahol több évig tanultam, ott Balázs Jánosnál, és ők segítettek azért ehhez hozzá. Ugye mi a Dunapalotában találkoztunk tavaly Smidilius Éva előadói estjén, ahol te is felléptél, és ebből van is felvételünk. Nézzünk meg egy kis apróságot a munkádból, nem is annyira apróság, Debussytől az arabeszket, és utána innen folytatjuk. Thank you.
Valóban jár a hatalmas tap, Stóth Kamillával pedig beszélgetünk is tovább. Azért nagyon-nagyon sok helyen megfordultál. Művészetek palotája, Thália Színház, Zeneakadémia nyilván, ott van Brüsszel, Berlin, és még sorolhatnám. Azért ez már nagyon-nagyon szép visszacsatolás az eddigi tevékenységedre. Igen, ezek mind szép emlékek nekem. Valójában ez mind a Schneeberger Központ által a gyerekekkel együtt volt ilyen közös fellépésünk. És ugye ott van még a Nemzeti Cifra Zongora verseny is, ahol egy nagyon-nagyon szép eredményt értél el. Igen, ott Dubrovai különdíjas lettem, ami számomra hatalmas öröm volt. Nagyon-nagyon örültem neki. Sőt, ha még Angliát szóba hozzuk, ha már itt kitekintettünk egy kicsit nemzetközi vonalakra, és most hirtelen így elkezdtük pörgetni az eddigi pályafutásot, hiszen annyi minden történt benne, de mi volt Angliában? Angliában ott tavaly voltam 2 hónapig egy turnén, a Moszkvai Nemzeti Balett 40 éve már ott játszik minden évben, és ott én voltam most a zenekarnak a billentyűse, az zongoristája. Ez óriási dolog, óriási elismerés. Igen, 40 előadás volt. Egy-egy ilyen alkalomból lehet építkezni, nyilván ez egy olyan lehetőség, amikor vagy élsz vele, vagy nem, de nyilván Igen. él vele az ember, és le tudja tenni a névjegy kártyáját, hogy ebből lehet esetleg valami újabb felkérés, újabb folyamat, hogy hívnak, hogy igen, emlékszünk, láttuk, és milyen jó volt. Igen, elsősorban nagyon-nagyon sokat tanultam zeneileg újra, mert egy más formáció volt egy ilyen hatalmas zenekarba belekerülni, alapvetően meg én szólót játszom, hogy a zongoristaként, és igen, azóta kerestek meg már onnan. Van egy nagyon fontos dolog, amiről mindenképpen beszélgessünk még ma, az pedig egy hangszer felajánláshoz köthető. Mi történt itt pontosan? Igen, a Vásári Tamás Kossuth díjas művész úrtól és dr. Horváth Zál, államtitkárasszonytól kaptam egy hangszerfelajánlást, mert volt egy ilyen ösztöndíj versenyfelhívás, ahol látták az én életrajzomat, és hogy milyen körülmények közül jöttem, és így támogatták, mert hogy nekem mai napig nem volt hangszerem. Egyébként milyen tervekkel állsz még így a nagy világ elé, az élet elé? Mit szeretnél akár következő lépcsőfokként elérni? Hú, hát azt hiszem, hogy még nagyon sok minden lehet. De van egy-egy ilyen közelebbi cél, mondjuk, hogy valahol fellépni szeretném. Nyilván a díjat nem mondjuk, hogy szeretnél egy díjat kapni, az majd jön magától, de miért Igen. ne végül is? Egyelőre most nekem ez az utolsó évem az akadémián, ezt szeretném befejezni, és most felvételizek még egy ilyen plusz évre, ami hát hozhat még sok mindent, és versenyezni szeretnék még majd elindulni. Halljunk még rólad, meg akár itt a stúdióban is, nagy szeretettel látlak még. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy eljöttél köszönöm. Hozzánk, és ifjabb Horváth Károly Gordonka művésszel van egy közös felvételed, ez a Cinema Paradiso, már is megnézzük.
Elérkeztünk mai műsorunk végéhez. Legközelebb is változatlan szeretettel várom Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!